az Internet Hungary főtámogatója és szakmai partnere a Vodafone. Zoomon következik Vinnai Balázs. Köszönöm szépen. Ugye azért nagyon érdekes, mert a digitalizáció önmagában hordozza annak a kockázatát, hogy minél inkább digitális társadalomban élünk, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a különböző biztonsági réseket, azokat ki lehet használni, és ez nem csak a vállalatok, nagyvállalatok vagy globális vállalatok szintjén van így, hanem egyszerűen a magánemberek szintjén is. Ez egy nagyon fontos témakör, amit egyébként az IVS is állandóan a fő narratívái között tart számon. Persze ehhez meg kell világítanunk azt a transformációt, ami egyébként a világban történik, és ez pedig a gazdaság széleskörű digitalizálódása. Az IVS valamikor informatikai vállalatok szövetségeként indult, de ma sokkal többről van szó, hiszen ez egy iparágakon átívelő digitalizációs stratégiai szövetség. Láthatjuk magunk körül azokat az óriás vállalatokat, akik akár több száz éves múltra tekintenek vissza, mégis gyakorlatilag ugyanúgy előről kell kezdeniük azt a transformációt, hogy hogyan tudnak ők is lépést tartani ezzel az új világgal. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden vállalat informatikai vállalattá kell, hogy váljon. Mint ahogy egyébként az elektromos áram feltalálása után sem vált minden cég elektromos cégé. De ettől függetlenül ma az a nagyvállalat, aki nem tud szoftvert fejleszteni, az hihetetlen könnyen, nagyon komoly nehézségekkel találhatja szembe magát. Nézzünk két példát, mondjuk a Boeing példáját, ahol gyakorlatilag hónapok óta azért nem tudnak repülni a gépgyártó legsikeresebb típusai, mert van egy olyan szoftver bug valahol a rendszerben, amit képtelenek megtalálni és fixálni. Persze mondhatjuk, hogy a COVID ideje alatt amúgy is lecsökkent a repülőgépek iránti igény, de ez mégiscsak jól példázza azt, hogy egy óriás vállalat is mekkora nehézségekkel küzdik ezen a fronton. De nézzünk egy másik példát hozzánk sokkal közelebb esőt, amit rendszeresen szoktam felhozni prezentációkban is, az Audi példáját, ahol ugye nyilvánvalóan az elektromos gépjárművek gyors elterjedésével egy hihetetlen nagy nyomás van ezeken az óriás konglomerátumokon, hogy fejlesztenek ők is új típusokat. Teljesen más típusú fejlesztési irányba, mint ahova eddig a rendkívül szofisztikált beszállítói hálózatuk fel volt építve. Ennek is lehet a következménye az, hogy az Audi e-tron egyik első teljesen elektromos típusa az Audinak, az 5000 kilométer után kiírja, hogy cseréljenek olajat. Ez pusztán természetesen egy szoftverhiba, hiszen nincsen olaj az autóban, és nem is kell lecserélni a nem létező olajat. Egyszerűen az van, hogy ez be van égetve valahol olyan mélyen egy szoftverbe, hogy ezt elfelejtették, vagy pedig nem tudták időben kicserélni. Ez az a transformáció, ami egyébként egyrészt óriási kockázatot hordoz biztonságtechnikai szempontból, tehát hogy a sérülékenysége ezeknek a vállalatoknak rendkívüli mértékben megnő, de másik oldalról a KKV-k szempontjából egy elképesztő lehetőség. Sokkal hamarabb tudnak vállalatok piacra lépni, sokkal hamarabb átugorhatják azokat az akadályokat, amit egyébként egy hosszú hagyatékkal rendelkező régi nagyvállalatnak egy hosszú transformációs projektben kell megtennie. Hogy konkrétan rátérjünk azokra a biztonsági kockázatokra, amit egyébként nyilván szintén a COVID miatt minden vállalat a saját bőrén is érezhet, azok két részből állnak össze. Egyrészt a humán tőke, ami az egyik legnagyobb értéke minden digitális vállalatnak. Tehát a humán tőke kockázata az egy állandó képzést igényel a vállalatokon belül, hogy nem csak, hogy használni kell megtanulni ezeket az eszközöket, hanem okosan használni és felelősséggel használni is. Ugyanilyen kockázati oktatások voltak valójában minden korábbi eszközre nézve is, de hajlamosak vagyunk egyszerűen mindennapi használat miatt ezekről megfeledkezni. Mint ahogy egyébként valamikor az irodai csocsó volt a munkaerő megtartásának a lehetősége, a jövőben valószínűleg az lesz, hogy hogyan tudunk minél inkább a home office támogatásához alkalmas eszközöket adni a munkavállalóinknak.
És a home office alkalmazások használatába beletartozik az is, hogy a security-t hogyan próbáljuk meg megerősíteni. Mindezen túlmenően ugye a külső támadások mértéke is elképesztő méretben nő. Ha csak mondjuk a Garmin navigációs rendszernek a példáját látjuk, ami egy globális cloudban működő nagyvállalat, amerikai tőzsdén jegyzett, és 10 napra le tudták egyetlen zsaruló vírus beépítésével kapcsolni a teljes vállalatot a világhálóról. Ez egy olyan fajta presztízsveszteség, amit örülhet egy ekkora méretű vállalat, ha egyáltalán túl tud élni, de hosszú távon biztosan hatással van az egész üzletmenetére és folyamataira. Úgyhogy nem szabad alulértékelnünk ezeknek a biztonsági kockázatoknak a jelenlétét, mint ahogy egyébként azt sem szabad alulértékelnünk, vagy leértékelnünk, hogy mennyire fontos az, hogy a munkavállalóink felelősséggel tudják használni ezeket az eszközöket. Köszönöm szépen, azt hiszem ezzel le is járt a 10 percem. Van idő még hozzá, 4 perc. Van még 4 percünk, de hogyha nem tudom, hogy akar-e élni az idővel, Iván, vagy nagyon nem. Nagyon szívesen. Szóval ugye a Garmin példája mutatja meg azt, hogy a nagyvállalatoknak ez már nem csak egy olyan kockázat, amiről stratégiát vagy papírokat kell tudni gyártani, hanem egy élesen a mindennapi működésre és elsősorban a mindennapi jövedelmezőségre hatással lévő kockázatról beszélünk. A ransomware támadások gyakorlatilag nem az egyetlen formája az, ami a nagyvállalatokat érintheti, de az egyik leginkább izgalmas terület, ami a külső felhasználók számára is tisztán látható. Ugye rengeteg olyan cikk született az elmúlt időszakban, ami mutatta, hogy gyakorlatilag hogyan működik egy ilyen zsaroló vírus és a zsarolókkal való egyezkedés. És ezek rendkívül mókás történeteket hozhattak felszínre, aminek külső felhasználók talán még jól is mulathattak, de mégiscsak milliárd dolláros beruházások mennek egyik napról a másikra a kukába. És ez mutatja azt is, hogy a felkészülés mennyire fontos ezen a területen. Miért releváns ez nem csak egy globális nagyvállalat számára, hanem egy magyar KKV számára is? Ez pedig az, hogy ezeknek a beavatkozásoknak az automatizálódása, és ahogy az ehhez szükséges tudás folyamatosan jön lefelé a szoftverek segítsége által, az sajnos azt eredményezi, hogy ilyen támadások nem csak nagyvállalatoknál lesznek, hanem egyre inkább mindennapi magyar KKV-k is ki lesznek téve ilyen típusú kockázatoknak. Márpedig a cégek értéke és a digitalizációja miatt egyre inkább sérülékenyek vagyunk az online térben, ezért nem lehet gyakorlatilag eleget investálni és fejleszteni ezen a területen. Nyilván Magyarország hagyományosan erős sok tekintetben a cyber security témában. Ugye olyan nagyvállalataink voltak, mint például a Kürt, vagy vannak, mint például a Kürt, akik jóval hamarabb felismerték ennek a jelentőségét, de már a magyar startupok közül is van olyan, aki 100 millió méretű exitet tudott elérni magyar nagyvállalatként, mint a Balabit. Tehát jó hagyatékokkal és jó tudással rendelkezünk ezen a területen. Reméljük, hogy ez egyébként inspirálja majd a magyar vállalatvezetőket arra, hogy ezen a területen továbbfejlesztenek. Az Internet Hungary főtámogatója és szakmai partnere a Vodafone.